Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával. És Pribelszkivel, aki már itt is van a stúdióban, te is láthatod a Petőfi Rádió Facebook oldalán, és nincs egyedül. Hello, sziasztok! Halihó! Sőt, van ott egy üres szék. Igen. Az majd mindjárt meg. A táskámnak, csak a táskám otthon hagytam sajnos. Szeretem mindig, hogyha van helye. Nem, én már elárultam, hogy Fengeó is például jön majd. Jó. Igen, ő is csatlakozik egy dal erejéig, hiszen vele is van közös dalod. Norvi, hát láthatunk téged sorozatban, itt ott, amott, kifutón. A szemfülesebb kifutón is talán. Hát nem, pont kifutón nem volt, kifutón de, nem. De volt egy fiatal voltam, és kellett a pénz. Igen. Életszakasz 17 évesen, amikor aláírtam egy modellszerződést, majd rájöttem, hogy nem szeretem, hogyha fotóznak, úgyhogy az úgy annyiba is maradt. De ez ott derült ki? Nem, hát, menet nyilván csináltam arccal a kasszának, csak hogy aztán az a kassza nem volt annyira teli, meg pont akkor még én is voltam, úgyhogy aztán így nem erőltettem. Sose erőltettem azt, amit nem szeretek. A színészkedés is úgy tudom, hogy valahol ilyen, mert hogy ott is rájöttél, hogy nem ez a terület az, ahol te szeretnél kibontakozni. Igen, aztán így utólag inkább arra jöttem rá, hogy nem a színház, meg nem feltétlenül a napi sorozatok, mert azóta volt most egy ilyen streaming platformon egy film, egy kis játékfilm, amiben én voltam a főszereplő, és azt például nagyon élveztem, úgyhogy nyilván hasonló lehetőségekre nem. De mi a különbség a kettő között, miben más? Hát azért egy napi sorozat az nagyon ilyen, olyan, mint egy gyár. Tudod, bemész, nagyon sok mindent meg kell csinálni, amire idő se lenni, és ugyannyira nem tudsz belemélyedni mondjuk a karakterbe, az adott jelenetbe. Nincs annyi időt kidolgozni, nincs annyi lehetőség újra venni, és igazából egy ilyen 50%-ot tudsz megmutatni abból, amit tudsz. Az meg annyira nem jó. Az éneklés viszont valami egészen más, ugye? Más terep. Inkább igen a rappelés, meg a producerkedés. Ez az ének, ez most egy egészen új műfaj, olyannyira új, hogy igazából most fogok így elsőnek énekelgetni emberek előtt. Ugye eddig nem tudom, 6-7 éve zenélek, rappeltem csak, de most úgy éreztem, hogy azok a témák, amikkel foglalkozni szeretnék, meg azok a zenei ötletek, azok most ebben az éneklősebb műfajban tudnak úgy megvalósulni, ahogy azt szeretném. Kicsit bontsuk ki azért, hogy milyen ötletekről, milyen tervekről van szó, mire gondolsz? Ugye most volt egy ilyen stílusváltás decemberben, akkor jött ki az első ilyen popdalom, leváltottam a trap műfajt, és nagyon nagy tervek vannak. De kicsit lassítsunk. Tehát azért ez így megy, hogy na jó, most holnaptól pop. Nem, ez egy hosszú folyamat volt. Én nyáron abba akartam hagyni a zenélést, sajnos már 6 éve így küzdök a depressziómmal, és eljutottam egy olyan pontra, hogy megszűnt minden motiváltságom, és abba akartam hagyni, az el is kezdtem tetoválni, hogy akkor tiszta lappal indulva mondjuk megpróbáljuk esetleg külföldön, most nyilván producerként kimenni nulla ismerettséggel az nem tűnt olyan reális dolognak, ezért elkezdtem tetoválni, de aztán megértem egy ilyen búcsúdal jellegű valamit, ami már popposabb volt, és úgy akkor az így visszahozta a motivációmat, meg az egészet, hogy lehet nem abba hagyni kell, hanem váltani. Mm-hmm, tehát akkor nem búcsúdal lett, hanem valaminek az indulása. Igen, tulajdonképpen. Igen. Mm-hmm. Na hát csapjunk bele akkor a zenékbe. Hoppá. És már is itt van egy pozitív dal, hiszen a címe Boldogság, azért mesélj róla, Larson. Április 6-án szeretném megjelentetni az első önálló nagylemezemet, és ez a dal lesz a kezdő szám, ami nem a boldogságról szól, kicsit becsapós, hanem inkább a boldogsághoz. Vezető út? Igen. Jó, jól hangzik. Igen. Oké, okay, hallgassuk meg élőben itt a Petőfi Rádióban Pribelszki és a Boldogság. Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban. Mennék messze a széllel szembe, de törött szárnyakkal nem szállhat a madár, hogy álmodhatnék, ha nem is alszom.
úton fúj a szembeszél, átvirasztott éjszakák, a szívem újra festenél, megoldom, ez mind az én csatám. Hibáztam, elestem, kimásztam én százszor már, felálltam, szerettem, eláztam, még vártam rá. Boldogság, hova tűntél, elfázom még. Boldogság, hol a tűz, miért nem látom rég. Bújj közel, és húzd magadhoz, és úgy ölelj, mint én. Érezzem újra, hogy élek. Elmennék messze, a széllel szembe, de törött szárnyakkal nem. A madár, hogy álmodhatnék, ha nem is alszom, minden távol. Hajrá, magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban Pribelszky, azaz Pribelszky Norbi és társai, akiket láthatsz a Petőfi Rádió Facebook oldalán, és a Fengyó tényleg csak az utolsó dalra fog bejönni? Igen. Mert ő is egyébként kicsit már ide hazajár. Hát igen. Ebbe a stúdióban, mint a Johnny is, mert ő is itt van, nem tudom, látható-e a Facebook oldalunkon. Jó, szeretjük, hogyha vannak ilyen kis közreműködések, együttműködések. Na de ugye a tetoválásoknál hagytuk abba. Igen. Igazából most akkor ez hogy is indult pontosan? Az, hogy rajtam tetoválások vannak, azok már egész régen, 16 éves voltam, amikor az első meglett. Mit szóltak a szülők? Hát igazából anyukám tudtak róla? Persze. Na, nagyon jó viszonyban vagyok szerencsére a szüleimmel, és így mindent elmondtam nekik, megkérdeztem, úgyhogy igazából ezért kialakult egy olyan viszony, hogy nyilván nem ellenezték, sőt, még anyukám vitt el, a tetkós nem akart elvállalni, és aztán anyukám meg erőszakosabb volt, és meglett az igenis. Első gangster tetkóm, egy family felirat a csuklómon, azóta lett még vagy 60 valamennyi. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy mi volt az első, és mit ábrázol, és aztán a family, mi volt a következő ezután? Szerintem van egy ilyen vasmacska, meg az öcsém születési dátuma, az volt a második ilyen tetkó sessionöm. És összesen most hány tetkó van rajtad? 60-70 körülbelül. Csak azért kíváncsiskodok, rajtam egy sincs, viszont sokakon tetszenek a tetoválások, és ilyenkor ez hogy van, hogy elkészül egy-kettő, sok-sok-sok, vagy a számon tartja ilyenkor az ember, hogy hány van, nem, vagy már nem, egy idő után már nincs ilyen számolgatás. Lövésem nem volt, azt hittem, hogy ilyen 20-25 van. Pont nyáron egy ilyen családi nyaralásról jött szóba, hogy vajon mennyi lehet, és akkor leültem, és végig számoltam a testemen a tetkókat, és akkor jött ki valami 60, nem tudom mennyi. Na de az úgy körülbelül hányadik után jött a felismerés, hogy akkor elkezdesz magadon próbálkozni, és aztán te is ezzel fogsz majd foglalkozni. Ja, az csak most így májusban igazából az egyik barátom rendelt magának egy tetováló szettet, küldte, hogy tetovált, és akkor így kedvet kaptam, én is rendeltem, megkérdeztem a tetkósomat, hogy miket ajánl, megrendeltem, és akkor elkezdtem így gyakorlatozni a lábamon. Úgyhogy de egy kicsit felhúzod Nem tudom, mennyire jön fel. Hát itt látsz, csak mert, hogy van tupák, van egy sebb de azért tapasz, ez nagyon menő, mert azt gondoltam, hogy majd lehet, hogy ilyen kis pálcika emberek vannak rajta. Hát elsőnek, ami így jött, úgyhogy első héten kipróbálgattam, hogy legyen referencia, hogy utána tudjak a barátoknak házalni, hogy léci, hagy varjak rád ingyen. Nyugi, nincs baj, és akkor megmutattam. És akkor aztán meg jöttek igazából vendégek, feleségem amúgy a szépségiparban dolgozik, és akkor így közösen van egy szalonunk. Nagyon menő. De hát ehhez azért kell egyfajta művészi véna, tehát nem lehet csak úgy elkezdeni tetoválni egyik napról a másikra, hogy ez menjen is, és így nézzen ki, ahogy kinéz. Igazából itt másolni kell, de hogy amúgy... De ez ennyire egyszerű lenne? Én úgy gondolom, igen, aztán nem tudom mással kipróbáltatni, vagy ki tudom, csak még nem próbáltattam. Úgyhogy nem tudom, hogy más erről hogy vélekedik, nekem nem olyan bonyolult. Igazából régen jártam művészeti suliba egy nem tudom 4-5 évet rajzra. Hát akkor azért is csak számít. Igen, de hogy aztán azóta meg eltelt mondjuk 20 év, és hát vagy jó, hát 15, és nem rajzoltam. Az nem baj. Olyan, mint a biciklizés. Igen, szerintem is. És melyik fáj jobban, ha magadnak csinálod, vagy ha neked csinálják? Hát elsőnek, amikor magamnak csináltam, nem fájt, mert annyira koncentráltam, hogy ne roncsam el, hogy észre se vettem, hogy fáj, de utána, amikor már ilyen lazábban azért ment, mondjuk itt vannak végigvezető ilyen virágos valamik, vagy pár felirat, amit magamnak csináltam, aztán meg amikor már nem koncentrálsz annyira, akkor viszont nagyon fáj ugyanúgy.
Hát nyilván azért attól is ők, hogy hol helyezkedik el. Na hát ennyi a kis tetoválás kitekintésük itt a Petőfi Rádióban. Pribelszky Norbi pedig ugye átpártolt, vagy hát végül is a színészkedésből átpártolt el az éneklés felé, de tulajdonképpen ez a tetoválás, ez megy a kettő együtt, nem zárja ki egymást. Ez kis hobbi, kis kapcsolódás, igen. Te leszel akkor az éneklős tetováló művész. Igen. Felárért énekel. Fiatalon ezzel a dallal megyünk már is tovább, mesélj róla. Ez egy nagyon kedves dal, ugye még mielőtt szólóba kezdtem már tevékenykedni, volt egy formációm, ami a Polla nevet viselte. Rengeteg fellépésünk volt, számos sikert elértünk, de nyilván, ha két ember együtt dolgozik, akkor nehéz azért. És úgy gondoltam, hogy egyedül lehet, hogy könnyebb nekem is, neki is, de hogy például barátok mai napig megmaradtunk Marcikával, akivel mi ezt csináltuk. És ez a dal, ez pedig egy hatalmas mérföldkő az életemben, meg szerintem neki is, ugyanis egyrészt Bájelekszel közös, másrészt, amiért ez ekkora nagy szó nekem, kaptunk rá egy platina lemezt, úgyhogy most már elmondhatom, hogyha bármi történik, volt egy platina lemezem. Nem volt, hát ott van, hát ez megvan. Na, szuper, így tovább. Fiatalon ezt állt itt a Petőfi Rádióban, most élőben szól Pribelszkytől. Láthatsz is minket a Petőfi Rádió Facebook oldalán, figyelj! Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával. Pribelszky, porcok a föld, messzire jöttem. Amikor indultam, sokan ellenem voltak, néhányat félre is lőttem. Nekem ez a játék most, neked úgy tűnik minden. Aprócska bárányok futnak a réten, csak végetnek úgy hallom itt fenn. Nálunk ez így megy, nekünk ez ennyi. Az uncsim az iPhone-on küldött egy beatet, hogy erre még rá kéne menni. Én meg szeretem, a pörgés van, szeretem, hogy baj. Ha beírod a nevemet a YouTube, dobja a zeném a legjobb antré. Fiatalon halnék meg, mikor enyém lett minden. És fiatalon megtettem, amit mások sosem. Fiatalon elmondtam sok szót, ami bántott. És fiatalon elhagytam mindent, ami gátolt. Fiatalon halnék meg, mikor enyém lett minden. És fiatalon megtettem, amit mások sosem. Fiatalon elmondtam sok szót, ami bántott. És fiatalon elhagytam, hey. A sikerre vágtam eleget, bőgtem, fáztam bőven. Húztam az ára szembe, jöttem, láttam, győztem. Amikor nem volt semmi, fájt és szartok rám. Most, hogy a hobbim a kenyerem, csúszott érden a tenyeret tartod már. Túl sok az álca, mindenki bánja, hogy átléptek rajtam rég. Most teli a tárca, én hagylak átra, top ez a sláger, a listát nézd. A Pola az fenn, apu is fenn, ti csak maradjatok le. Neked a zenék csak blabla, mi megyünk a bankba, úgysem majdtok le. Fiatalon halnék meg, mikor enyém lett minden. És fiatalon megtettem, amit mások sosem. Fiatalon elmondtam sok szót, ami bántott. És fiatalon elhagytam mindent, ami gátol. Fiatalon halnék meg, mikor enyém lett minden. És fiatalon megtettem, amit mások sosem. Fiatalon elmondtam sok szót, ami bántott. És fiatalon elhagytam mindent, ami gátol. Hajrá, magyarok! Élő stúdiókoncert Mák Katával. A stúdióban Pribelszky, aki te is láthatsz a Petőfi Rádió Facebook oldalán. És hát szó volt már ugye tetoválásokról, szó volt egy kis színészetről, és hát szó lesz egy kis házasságról, hiszen de nagyon fiatal kötöttél házasságot a szerelmeddel, igen, ami ugye hát manapság nem annyira gyakori. Mennyi voltál? 22? Hát, 22 voltam szerintem, azt nem tudom, hogy akkor töltöttem, vagy akkor utána egy hónappal a 23-at már, de hogy igen, igen, egész fiatal voltam. És már az, és azóta is ugye nagy szerelem, mert végességben együtt vagytok. Igen, most itt van kint, izgul értem, adja az erőt. Ugye én olvastam egy cikket, és abban azt nyilatkoztat, hogy egyébként ajánlod mindenkinek azt, hogy kössön házasságot fiatalon, nincs az első fél probléma. Nem, igazából arra jöttem rá, hogy így az emberek életük végéig amúgy bármi céljuk van, vagy bármit el akarnak élni, valahogy az utolsó az mindig az lesz, hogy legyen egy társuk,
és aztán nyilván családot alapítsanak, legyenek gyerekek. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy most énekezhetnénk az utolsóval, nem? Hát... És hogy működik a házasság? Milyen házasságban élni? Akkor mesélj erről egy kicsit. Jó, nyilván nagy munka, nagyon sokat lehet fejlődni egymás mellett, így a jó irányba, meg nyilván időről időre csiszolódnak ilyenkor az emberek, és szerintem ez nagyon sokáig akár végig csiszolódás megy, de hogy aztán egyre jobban már kitapasztalod, hogy a másik mit akar, hogy akar, ő is, hogy én mit akarok, és akkor így egyre könnyedébben mennek a dolgok szerintem. És minden ilyen zökkenőmentes a kapcsolatotokban vagy? Nem, mert nyilván vannak viták, de szerintem ott van baj, ahol nincsenek. Úgyhogy nyilván van olyan, amikor én vagyok fáradtabb, nyűgösebb elég sokszor, de akkor szegényként nem tudom, hogy nehezen el tud viselni, de van nyilván ez fordítva is. De hogy egy jó buli szerintem. És szerinted a házasságra fel lehet készülni? Azért kérdezek egyébként most ilyen sokat erről, mert rögtön a Hajnál Magyarok után, 2 órától ez lesz a témánk. Ah. Úgyhogy pszichológus és viselkedés elemző fog hozzám érkezni. Igen, vele fogunk majd beszélgetni a témáról. A gondolatomat a házasságról, őszinte leszek, sokan mondják, hogy csak egy papír. Igen, nincs változás, hogy ugyanúgy nem leszel szerelmesebb attól, hogy összeházasodtatok, viszont arra nagyon jó, hogy amikor van esetleg egy nagyon mély pont a kapcsolatban, vagy egy hullámvölgy, akkor már nem csak magadért felelsz, vagy magatokért, hanem akkor már nyilván az esküvő miatt már be van vonva a család, lett egy közös nagy család, a barátaitok, akik ott voltak az esküvőn, hogy ilyenkor már kicsit több mindenkiért felelsz, nagyobb a felelősség, és nincs az az opció, hogy oké, akkor dobjuk ki a kukába az egészet, én megyek jóra, te balra, hanem meg kell oldani. És erre szerintem nagyon jó a házasság. És voltak olyan alapok, amit lefektettetek így a házasság előtt, amit így megbeszéltetek tudatosan előre, hogy na hát, hogyha így összekötjük az életünket, akkor vannak bizonyos szabályok? Nem, hát az nyilván szerintem már egy párkapcsolat kezdetekor is nincsenek így kimondva, de hogy már akkor nyilván így érzi az ember, hogy kinek mi fér bele. Hát nem feltétlen van, hogy menet közben derül ki, hogy... Nálunk szerencsére ilyen nem volt, mi így összecsiszolódtunk egészen hamar. Na maradjon is így, azt kívánom nektek a életetek végéig sok-sok boldogságot. És akkor a következő dal, amivel folytatjuk, az a Hova mehetnék. Mesélj róla. Most ugye, amit meséltem, a nyáron abba akartam hagyni, utána lévő szakasz volt így a 6-7 évben. Már hogy a zenélést, nem a házasságot? Nem a házasságot, nem hogy akarom. Is összekeveredjen. Nem, a zenét. És az utána lévő egy ilyen fél év, hát egészen így december végéig egy ilyen nagyon mély, talán a legmélyebb szakasz volt, és akkor igazából írtam ki így a gondolataimat magamból, mert azt se tudtam, hogy hol a helyem, van a helyem, ki vagyok én, mit akarok csinálni, merre akarok elindulni, és akkor ezek a kérdések fogalmazódtak meg egy dalba, és egy nagyon kedves dal számomra. Ez tehát Ahova mehetnék itt a Petőfi Rádióban most élőben hallhatott Pribelszkitől. Hajrá magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával. Ringadt a csónak, beleszédültem, nem tudom mi lesz holnap. Minden szintelen, semmit sem látok jónak, mert nem tudom hova visz az út el. Ahogy a tükörben nézek, nem tudom, hogy ki van ott. Inkább hazudok, hogy jó, közben meg pont ki vagyok. Úgy érzem, a világ engem már kitagadol. Nem tudom, mit akarok, mondta, hogy szeretetnék, hogyha még önmagam is gyűlölöm. Mondta, hogy én feledhetnék, ameddig önmagamat üldözöm. Mondta, hova mehetnék én még, ide nem süt be a fény. Innen menekülök rég, 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 bele bolondulok, innen nem szabadulok. Mondta, hova mehetnék én még, ide nem süt be a fény. Innen menekülök rég, 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 bele bolondulok, innen nem szabadulok. Hova húz el az élet, belül haldoklom. Hova múlnak az évek.
Ma is úgy keltem fel, hogy teljesen ki vagyok. Elszaladt az élet mellettem, minden jót kihagyok. Tudod, a szívekben túlnak a legnagyobb viharok. Mindig a szívekben túlnak a legnagyobb viharok. Mondd, hogy a szeretetnék, hogyha még önmagam is gyűlölöm. Mondd, hogyan feledhetnék, ameddig önmagamat üldözöm. Mondd, hova mehetnék én még, ide nem süt be a fény. Innen menekülök rég, 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 belebolondulok, innen nem szabadulok. Mondd, hova mehetnék én még, ide nem süt be a fény. Innen menekülök rég, 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 belebolondulok. A stúdióban Privelszky, illetve az üres széken, most már nem üres széken, Kovács Harmad, hello! Sziasztok, hello! Harmad, téged tehetségkutatókban láttunk több vízben, és most itt vagy a Petőfi Rádió zenei stúdiójában, Privelszky oldalán. Meséljetek, hogy történt ez a találkozás, és hogy született ebből közös dal? Ez úgy történt, hogy ugye amiről beszéltem, a Pola formáció, kezdetben még volt egy női tagunk is, aki Kovács Gyopár, a nővére. Innen is boldog névnapot neki. És ebben a dalban ő is egy szerzőtárs, ugyanis a harmad részét ők közösen írták. És ugye hallottam már így a dalait, amik kijöttek, meg régen még a Gyopár mutogatta amúgy, amikor ilyen ekkora kislány volt, hogy vagy, de mutogatta, és én mondtuk, hogy úristen, hogy lehet ilyen kicsi lánynak ilyen jó hangja. Most már nem kicsi lány, de a hangja az jó, sőt még jobb. Igen, és egyébként egy kis kulisszatitkot hadd áruljunk el a hallgatóknak, hogy azt mondta Harmad, hogy hát inkább te meséld el, hogy honnan ismeritek egymást, mert ő nem emlékszik, olyan kicsi volt. Igen. Hát nem tudom, 10 éves lehettem? Hát nem tudom, de kb. Igen. Igen, meg így egyszer-kétszer láttunk, mondjuk volt valami táncos fellépésed, meg egyszer igen, a Gyopi lépett fel, és akkor ott találkoztunk, de hogy így nagyon beszélgetni nem beszélgettünk, és aztán valamiért úgy éreztem, hogy erre a dalra nagyon szép lenne a hangja, és igazam lett. Hogy készül a dal, illetve a dallamvilág, a dalszöveg, az mind rajtad múlik, minden? Igen, én ugye producerként tevékenykedem, így másoknak is, meg magamnak is. Úgyhogy első körben úgy szoktam, hogy kitalálok mondjuk egy akkordmenetet, vagy megcsinálom a beatet, és utána kezdek rá agyalni. Elsőnek ilyen nagyon vicces halandzsa angollal szoktam kitalálni a flow-t, vagy a dallamot, és utána írom át magyarra. És akkor ez a dal így megszületett, de valahogy azt éreztem, hogy ide kell egy női hang. Uh-huh. Meg amúgy ilyen fajta közreműködésem még így nem volt, hogy egy nagyon érzelmes, szerelmes dal, és úgy egy női férfi duett, úgyhogy ez most egy nagyon új dolog, de nagyon imádom ezt a dalt. Honnan inspirálódsz a dalszövegek kapcsán? A szerelmemből. De jó. Nyilván itt az volt a fő inspiráció, hogy azért nem 27 vagyok, nem sok, de azért már kezdem érezni az öregedés jeleit, már a másnapok. Először nem volt, aztán lett, most már ott tartunk, hogy 5 napig tart. Fáj a derekam egy kicsit, a térdem, tudod. És akkor nyilván ilyenkor az ember érzi, hogy mennyire elszaladt felette az idő, és muszáj eljátszani néha azzal a gondolattal, hogy nem tudhatjuk, hogy kinek meddig, hogy megy a saját filmje. És akkor ez a téma inspirálta igazából ezt a szerelmes dalt, hogy ha egyszer nem leszek, akkor ugye fog-e rám még gondolni. Fog-e gondolni rám, nem tudok magyarul, bocsánat. Nekem sem ment az előbb, úgyhogy lehet, hogy ez egy ilyen nap. Ugye gondolsz majd rám, ez tehát a dal címe, és azért az mindenképpen szerintem fontos, hogy ez 2 nappal ezelőtt jött ki. Igen. Igen, és harmadnak pedig a lételeme a színpad, én úgy tudom. Igen, pontosan. Nagyon fontos az életemben az éneklés is, a színészet is, tehát én kiskorom óta igazából a színpadon nőttem fel, és ez a másik felem. És most az élő produkciót már is meghallgathatjuk, meg is nézhetjük a Petőfi Rádió Facebook oldalán. Privelszky és Kovács Harmad, illetve Harsányi Donát és Balamber Nedvig, természetesen hát róluk még ugye nem is szóltunk, hiszen itt vannak ők is gőzerővel és kísérnek titeket, úgyhogy jön élőben az Ugye gondolsz majd rám, itt a Petőfim. Hajrá magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban! Gondolsz majd rám,
hogyha meghalok én, vagy az emlékekkel. Csak úgy elvisz a szél, ha nem érek hozzá. Ez a kéz nem fog meg, úgy gondolsz majd rám. Úgy, ahogy én, nem tudom, mit hoz majd az élet, és hogy meddig megy a film, de tudom addig, amíg élek, téged őriz ez a szív, és magamhoz foglak meg, óvlak mindig. Veled minden megvan, nélküled semmim sincs, sosem engedlek el. De amikor mennem kell, kérlek, emlékezz rá. Néha gondolj majd rá, úgy gondolsz majd rá. Hogyha meghalok én, vagy az emlékekkel. Csak úgy elvisz a szél, ha nem érek hozzá. Ez a kéz nem fog meg, úgy gondolsz majd rá. Úgy, ahogy én. Nem is tudom, hova érkeztem. A fejemben mind a félelmem. Azt üzeni, hogy eltévedtem, de magam keresem. Nem írtam még eddig annyi minden furcsa abban az érzésben, amit veled újra megélek és vágyok, megint átélem. Most elfutnék a széptől. Egyesben autózunk, kettesben a hídon. Összetölt szívem, ebben bírom, így létszi még kicsit. Ne vessünk magunkon, ha porosodjon a képünk a falunkon. Gondolsz majd rám, hogyha meghalok én, vagy az emlékekkel. Csak úgy elvisz a szél, ha nem érek hozzád. Ez a kéz nem fog már, úgy gondolsz majd rám. Úgy, ahogy én. Úgy gondolsz majd rám, hogyha meghalok én, vagy az emlékekkel. Csak úgy elvisz a szél, ha nem érek hozzád. Ez a kéz nem fog már, úgy gondolsz majd rám. Hajrá, magyarok! Élő stúdiókoncert Mákkatával. A stúdióban Pribelszki és helycserés támadás ott a jobb oldalon. De neked, megváltoztál neked harmat. Igen. Harmat levágott a haját, kicsit befestett a sötétebbre. Feng Yao került a székbe. Hello! Sziasztok! Sok Feng szeretettel üdvözlök én is mindenkit. Köszönöm, hogy itt lehettek. Igen. Pribelszki ugye Norvi több közreműködővel is dolgozol együtt. Igen. Nem csak harmattal, hanem például Feng Yaoval is. Igen. Mi már dolgoztunk többet együtt, igazából hát ilyen legjobb barik vagyunk, BFF-ek. És ő volt a tanulmam ugye az esküvőn, ő se beszélt le, hogy ne csináljam, mondom, akkor ha jó, azt mondja, hogy csinálom, akkor csinálom. Nem viccelek. Úgyhogy nagyon jó barátságban köztünk, és amúgy nekünk ez az egész úgy indult, hogy mi szomszédok lettünk. Én amit kivettem egy albérletet, Jaónak ott kettővel mellettem volt egy ilyen társasházba a lakása, ott élt, és akkor így először csak van-e sohon, van-e étolaj, aztán jó, akkor már azért, nem tudom, zenégesünk valamit, elmentünk bulizgatni, és akkor így jóba lettünk. És ezt még így nem tudom, hogy mondtam-e neked, de ugye van három közreműködésünk ezen kívül, de mindig ő hívott be a közreműködésbe, mert nem pont azokban a témákban írtam olyan stílusban, ami mondjuk ő lenne, vagy tud vele azonosulni, és ez most nekem egy ilyen nagyon nagy boldogság, hogy végre viszonozhattam az eddigi felkéréseket, és most én hívhattam be egy közreműködésre egy olyan dalhoz, ami majd szintén az albumon lesz hallható, és még senki nem hallotta. Igen. Ez egy világpremiér. Igen, igen, így van. Sőt, én hát egy kis kulisszatitkot megtudtam tulajdonképpen. Ennek a dalnak még a végleges verziója sincs meg. Egy sávot kell csak kicserélni, úgyhogy azért szeret túlozni a fiúk mellettem. Igen, azt gondoltam. Igen, ez az csak annyit jelent, hogy egy sávot csak ki kell cserélni, amit én újra küldtem. Tehát nagyon-nagyon arra mentünk, hogy maximalistán nagyon jó dalt hozzunk ki belőle a végére. Úgyhogy, de azt jelenti, hogy még konkrétan nincsen meg az a fájl, ami véglegesen fog felkerülni, hogyha majd csinálunk hozzá klippet. Csinálunk, igen, majd csinálni fogunk hozzá klippet. Tehát ez akkor abszolút a barátságotok egy ilyen megpecsételés, igen, ez a dal, ugye? Igen, de a téma nem már, hogy aztán félreértés ne essék, mert amúgy ez nem egy duett. Szerelmes, szomorkás dal.
Úgyhogy a maga a dal az nem kettőnkről szól, de nagyon jó barátok vagyunk. Igen. Na, ez a lényeg. Végső tánc ez a dal címe, és most először élőben itt a Petőfi Rádión, szól, figyelj! Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával! Rabot voltam, bevallom, de mégsem hittem, hogy te megél. Megúszom majd minden harcot, hiába volt szép az elején. Téged hallak a csendben, megőrülök lassan itt egyedül. Érzem, semmi sincs rendben, a lelkem folyton csak menekül. Te a tűz, én a víz, de a szív oda hív. Mindig ahol te vagy, csak húsz közel, tudom, hogy késő már. Most úgy ölelj, hogy ez a végső tánc. Aztán elengedlek és elfeledlek, ez mind az éniben. Csak kérlek, bújj hozzám, tudom, hogy késő. Aztán elengedlek és elfeledlek, ez mind az éniben. Emlékszem az első pillanatra, nincs az a dal, ami visszaadja. De ha lenne, se érdekelne, az a dal másé lenne. Ravasz játékot játszik az élet, mi tudtuk az elején, mégis így lett az utolsó. Az utolsó ez a tánc. Te a tűz, én a víz, te a szív, oda hív. Mindig ahol te vagy, csak húz közel, tudom, hogy késő már. Most úgy ölelj, hogy ez a végső tánc. Aztán elengedlek és elfeledlek, ez mind az éniben. Kérlek, bújj hozzám, tudom, hogy késő már. Aztán elengedlek és elfeledlek, ez mind az éniben. Most kérlek, bújj hozzám, tudom, hogy késő már. Aztán elengedlek és elfeledlek, ez mind az éniben.